a tél érkeztével az energiaellátási kihívások is egyre testközelibbek lesznek Európában, egyre súlyosabbak lesznek. És ezért szerintem nagyon fontos, hogy az Európai Unió végre fejezze be a 8. szankciós csomag emlegetését. Fejezze be az Európai Unió minden olyan intézkedésnek a kilátásba helyezését, ami az energiaellátási válságot még mélyíti, még súlyosbítja. Mert jól látszik, hogy mindig, amikor energiaszankciókról beszélünk, amikor az energiaellátást veszélyeztető intézkedésekről beszélünk, az már önmagában növeli az árakat. És minden ilyen árnövekedés az európai emberek, az európai vállalkozások számára jelent óriási terhet. Ezért azt kértem az Európai Uniós Külügyminiszterek Tanácsán itt New Yorkban is, hogy felejtsük el a 8. szankciós csomagot, felejtsük el a további szankciókat, felejtsük el az ársapkát, mert ezek mind tovább súlyosbítják az energiaellátási nehézségeket Európában, mind tovább növelik az energia árakat, és ezeknek a hatása már most is éppen elég súlyos.